Annegret Kramp-Karrenbau életrajzírója szerint ez olyan kihívás számára, amelynek meg tud felelni. Azt mondja róla, erős bázisa van. Azok közé, a politikusok közé tartozik, akik használják az eszüket és a szívüket is. Nagyon kedves emberként tartják számon. De amikor dönteni kell, vagy állást foglalni, nagyon határozott és egyenes. Nem halogat és nem beszél mellé. Sie ist aber auch eine Politikerin, die sehr gut Herz und Verstand. Mindezt nagy valószínűséggel ott tanulta, ahol felnőtt, szülővárosában, a francia határ szomszédságában fekvő bányavidéken, Püttlingenben. Politikai karrierje is ott indult a 90-es évek elején. 2011-ben lett a Szárvidék miniszterelnöke, 2018. februárja óta a Kereszténydemokrata párt főtitkára. Nyitott, de konzervatív politikus. Ez a hölgy taxisofőr, és azt mondja róla, hogy mindig nagyon kedves, gyakran jár arra felé bevásárolni, sokszor látja őt ott. Úgy néz körül, úgy sétálgat, mint mindenki más. A CDU egy helyi politikusa azt meséli róla, hogy nagyon kedves, népszerű személyiség, és ezzel együtt nagyon becsületes is. Ez a férfi úgy gondolja, hogy nagyon erős kezű politikus, szerinte a szövetségi politikában is ilyen marad, és ez nem túl jó. Az biztos, hogy habár az elmúlt szűk 10 évben közismert személyiséggé tekintélyes politikussá vált szűkebb hazájában, keveset változtatott mindennapi rutinján. Azt mondják, hogy legalább 20 éve ugyanahoz a fodrászhoz jár. Az elemző azt magyarázza, hogy Annegret Kramp-Karrenbauer politikáját erősen meghatározza a hely, ahonnan származik. A szociális kérdések mindig is fontosak voltak számára, a mindennapi megélhetés és a létbiztonság megteremtése. Gazdaságpolitikájában megjelennek ugyan liberális elemek, de összességében konzervatív irányvonalat képvisel. Az Euronews tudósítója arról beszél, hogy a CDU tisztújító kongresszusán dől majd el, hogy Püttlingen adja-e a kereszténydemokraták következő vezetőjét. Sie hat allerdings auch in der Gesellschaftspolitik mitunter sehr liberale Ansichten, wenn es beispielsweise um Frauenrechte geht. Die CDU-Delegierten werden am Freitag abstimmen und dann werden wir wissen, ob kleine Püttlingen hier die Heimatstadt des nächsten CDU-Vorsitzes ist. Ich bin Jona Kellgen aus Pöttlingen für Euronews.